Összecsaptak a tüntetők a rendőrökkel szombat este Athénban. A Műszaki Egyetem környékén egy nagyjából 300 fős anarchista csoport barikádokat emelt, majd kövekkel és petárdákkal dobálta meg a rendőröket, akik könnygázt és egy vízágyút is bevetettek ellenük, és többüket előállították. Egy rendőrőrsre a tüntetők molotov koktélokat dobtak. Szombat délután a görög fővárosban a 45 évvel ezelőtti egyetemi felkelés leverésére emlékeztek békés felvonulással. Ez nem egy múzeumi megemlékezés, dinamikusan változik. Manapság harcolnunk kell olyan jogokért is, amelyek néhány éve még magától értetődőek voltak. Magyarázta el egy történelemtanár, hogyan vált az esemény egyben az aktuális kormánnyal szembeni demonstrációvá is. 1973-ban a nagyobb önállóságot követelő hallgatókkal szembeni brutális fellépés indította el a katonai diktatúra végnapjait.